A Ferencváros továbbütást érő döntetlen tért el a Fiorentina ellen az Európa Konferencia Ligában. Kylian Mbappé alaposan berágott a PSG edzőire Luis Enrique-re. A kritikák keresztüzébe került az FC Barcelona vezetőedzője Xavi Hernández. Kiderült, hogy mely három játékos közül kerülhet ki a FIFA évjátékos a díjnyertese. Üdvözlünk titeket a Tiki Taka tv ahol ebben a videóban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a legfrissebb foci hírekről. A Török Labdarúgó Szövetség örökös eltiltás szabott ki az Ankara honvédügyű elnökére, Faruk Kodzsára, amiért a sportvezető hétfőn a Rizespor elleni bajnoki után elégedetlenségében leütötte a találkozó játékvezetőjét, Halil Umut Melert, aki a bántalmazás következtében súlyos fejsérülés szenvedett és kórházi ellátásra szorult. Emiatt a török élvonalbeli bajnokság küzdelmeit is felfüggesztette az Ország Labdarúgó Szövetsége, amely az elnök mellett az Ankarai klubot is szankcionálta. Az Ankara Gücsű 60 ezer eurós pénzbírságot, valamint öt meccses zárt kapus büntetést kapott. A török bajnokság egyébként december 19-én indul majd újra, mégpedig a 17. forduló meccseivel. Tegnap véget ért az Európa Konferencia Liga, valamint az Európa Liga csoportköre is, mi pedig az összefoglalónkat az előbbi sorozattal kezdjük, amelynek utolsó fordulójában a Ferencváros egy-egyes döntetlen térte a hazai pályán, a továbbítását már korábban bebiztosító Fiorentina ellen. Ez az eredmény pedig azt jelenti, hogy a zöldfehérek ott lesznek a Konferencia Liga tavaszi folytatásában. A teltházas Grupa Marénában a fradi szurkolók egy rendkívül látványos koreográfiát mutattak be a találkozó előtt, amelynek az első félidejében nem született gól, ellenben a Fiorentina egyik legjobb játékosát, Nico González izomsérülés miatt már a 20. percben le kellett cserélni. Az ő kiesése után pedig az addig nagy mezőnyfölényben játszó olasz csapat játéka némileg visszaesett, és kiegyenlítetté vált a meccs. Sőt, ezután inkább már a sérülések miatt amúgy igencsak tartalékosan felálló Fradinak voltak nagyobb helyzetei, amelyek közül egyet szerencsére sikerült is gorra váltani a magyar rekordbajnoknak. A 48. percben Abufani beadása után Christopher Zakariessen volt eredményes, ezzel a találattal pedig ekkor nem csak, hogy továbbütásra állt az FTC, hanem a Fiorentinát megelőzve a csoport élére is ugrott. Nem csoda, hogy a bekapott gól után az olaszok rákapcsoltak, és a 73. percben egy szöglet után Luca Ranieri révén össze is jött nekik az egyenlítés, így izgalmas utolsó negyedóra óra várt a zöldekre. Szerencsére azonban az olaszok a hátralévő időben már nem forszírozták a támadás építéseket, így aztán az utolsó percek gyakorlatilag békés passzolgatásokkal teltek el, hiszen ez az egy-egyes döntetlen mindkét csapatnak tökéletesen meg felelt. Ennyi is maradt a vége, így aztán a csoport másik meccsén a Bega Gang hiába győzte le odahaza a Csukaricskit. A Fiorentina mellett a Fradi jutott tovább ebből a kvartettből, méghozzá veretlenül 10 pontot szerezve. Egy ilyen remek szereplésre alig, nem csak kevesen gondoltak a sorozat kezdetekor. Ugyanakkor az, hogy a fehérek csak csoport másodikként kvalifikálták magukat, az azt jelenti, hogy rájátszásban kell majd kivívniuk a konferencia liga 8 döntőben való szereplés jogát. A Ferencvárosiak majd december 18-án hétfő délután 14 órát Kapnak ellenfelet az Európa Liga csoportkörének harmadik helyén záró nyolc csapat közül, az első mérkőzés pedig február 15-én, míg a visszavágót egy hét múlva február 22-én rendezik. A tegnapi konferencia liga meccsek közül említést érdemel még a Ludogorec North Shallan találkozó is, amely a hazai csapat egy nullás győzelmével zárult. Nem is annyira a a meglepő, hanem inkább az, hogy a Dán együttes vereség miatt annak ellenére is csak a harmadik helyen végzett a csoportjában, és így búcsúzott ideje korán a sorozat további küzdelmeitől, hogy korábban odahaza 7-1-re verte a bolgár együttest, a török csapatot a Fenerbahcsét pedig egy 6 1 zakóval küldte haza, és plusz 10-es gól különbséggel zárta a csoportkört. Ám végül mégis az előbb említett két csapat mögött végzett csak a Norsjelának kvartettjében, amely ezzel egy negatív rekordot is felállított, hiszen korábban még soha nem tört olyan egyik európai kupasorozatban sem, hogy egy plusz tízes gól különbséggel záró együttes ne tudjon továbbjutni a csoportkörből. Ami pedig az Európa Liga utolsó fordulóját illeti, némi meglepetésre a Liverpool vereséggel zárta a csoportkört. A további már korábban bebiztosító vörösök ugyanis kettő egyre kikaptak a belga Royal Union saint Giloa otthonában. A pulmentségére legyen mondva, hogy rendkívül tartalékosan állt fel, ráadásul a belga csapat meglehetősen gyanús körülmények között került előnybe a találkozón. A felvételek tanúsága szerint ugyanis Mohamed Amura egyértelműen lesen állt a ma kiuglatásnál, ami után belőtte csapata vezető gólját. Az angoloknál egyébként Szoboszlai Dominik sem lépett pályára, ellenben egy másik magyar válogatott játékos, Sallai Roland lehetőséget kapott klubcsapatában a Freiburgban, amely a West Ham United otthonában vendégeskedett. Roland kezdőként lépett pályára, igaz, a szünetben lecserélték, csapata pedig 2 0 vereséget szenvedett, ami azt jelenti, hogy a londoni együttes lett a csoport első, a németek pedig másodikként kvalifikálták magukat a sorozat 8 döntőjébe. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség tegnap három fősre szűkítette azon játékosok listáját, akik közül kikerül majd a 2023-as év legjobb játékosa címnyertese. Ez a három játékos pedig nem más, mint Lionel Messi, Kylian Mbappé és Erling Holland. Ugyanez a három labdarúgó alkotta októberben az arany aranylabdáért zajló verseny szűkített listáját is, ami végül Lionel Messi elsőségét hozta, és egyáltalán nem lenne meglepő, ha a FIFA által 2016-ban létrehozott díjat is az Argentin klasszis zsebelnébe, akivel kapcsolatban a FIFA az X oldalán közzétett bejegyzésében kiemeli. Az előző idényben francia bajnok lett a Paris Saint-Germain színeiben, neki van a legtöbb topligás gólja, valamint bekerült a Ligue 2022-23-as idényének álomcsapatába is. Ami pedig a másik két jelöltet illeti, Mbappé a PSG-vel szerzett bajnoki cím mellett a gól király címet is bezsebelte, valamint ő lett az évjátékosa is a francia bajnokság előző kiírásában, míg Holland az előző idényben triplázni tudott a Manchester City-vel, vagyis a bajnoki cím mellett a bajnokok ligáját és az FA kupát is megnyerte a kékekkel. Emellett a Norvég rekordmennyiségű gólt szerezve lett a Premier League gól királya, aminek köszönhetően a 2022-23-as idény európai aranycipő díját is ő zsebelte. Be. Látogass el partner oldalunkra a büntetőcom ahol a friss foci és egyéb sportágakkal kapcsolatos hírek mellett elemzések, sportszakmai tartalmak, könnyed ismeret terjesztő cikkek, portrék, illetve a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel készített exkluzív interjúk is várnak rád. Az oldal pontos elérhetőségét megtalálod a videó leírásában most pedig a kiemelt híreink következnek. A Talksport információi szerint több más klub mellett az FC Barcelona is érdeklődik Mason Greenwood iránt, olyan olyannyira, hogy az Egyesület még megfigyelőt is küldött az angol támadó miatt a Hetafe egyik mérkőzésére. Nem csoda, hogy felfigyeltek Greenwoodra, hiszen a 22 éves egyszeres válogatott támadó valósággal újjászületett Madridban. Minden sorozatot figyelembe véve 13 találkozó 4 gólnál és 3 gólpasznál jár, és jelentős szerepe van abban, hogy a fővárosi kis csapat 16 fordulót követően a 9. helyen áll a La Liga tabelláján. Elégedettek is a Manchester United-től nyáron kölcsön kapott csatára a fénál. A klubelnöke Anhe Torres nemrég kijelentette, hogy szeretnék végleg megvásárolni a szélsőt. A vételáról még nem beszéltünk, abban maradtunk, hogy megvizsgáljuk a helyzetet és megvárjuk, mit mondanak az angolok, hiszen a tulajdonosi szerkezetben is történt változás a Manchesternél, fogalmazott Torres. A hírek szerint nem csak a Barcelona tartja elképzelhetőnek Greenwood szerződtetését, hiszen az Atletico Madrid is figyeli az angol támadót. A Hetafe szakmailag minden bizonyal akkor járna a legjobban, ha az angol végleg hozzájuk igazolna, de a klub pénzügyi osztályán talán jobban örülnének annak, ha máshol folytatná. A Manchester United-del kötött kölcsönszerződésben ugyanis sajtóértesülések szerint szerepel egy olyan kitétel, amely szerint amennyiben greenwood eladják az angolok, a vételár 20%-a Hetafét illeti. A United állítólag télen semmiképpen nem adná el a csatárt, akinek ügyében csak jövő tavasszal döntenek, de a botránya miatt a legtöbben kizártnak tartják, hogy Greenwood valaha is pályára lépjen még a Manchester United mezében. Spanyolországban sem mindenki örült a támadó érkezésének. Az első La Liga mérkőzésén az ellenfél az Osasuna szurkolói Greenwood dögöly megrigmussal fogadták a pályára lépő futbalistát, ezzel jelezve, hogy nem értenek egyet azzal, hogy az angol támadó még futballozhat profi szinten. Mint ismert, a támadót 2022. januárjában letartóztatták, miután barátnője a közösségi oldalakon fizikai erőszakkal vádolta meg, állításait pedig képekkel és hangfelvétellel is alátámasztotta. A Manchester United pedig felfüggesztette a labdarúgót, aki jóvadék ellenében szabad lábra került, és a nyomozás ugyan folytatódott az ügyében, idén februárban végül minden vád alól felmentették. Egy ideig úgy tűnt, az ügy a kára tehetséges szélső pályafutásának végét is jelentheti, ám a Hetafétól megkapta az esélyt a bizonyításra, és egyelőre úgy tűnik él is vele. Az, hogy látjuk-e még valaha európai sztárcsapatban, egyelőre nagy kérdés, mint ahogyan az is, hogy a közvélemény rehabilitálja-e a tékozló fiút. Már megint áll a Kylian Mbappé körül. A Paris Saint-Germain világklassz hírek szerint megharagudott a csapat vezetőedzőjére, miután Luis Enrique a hétközi Borussia Dortmund elleni bajnokok ligája mérkőzés hajrájában azt kérte futbolistáitól, hogy lassítsák a játékot. A találkozó a hajrában egy-egyre állt, a csoport másik mérkőzésén pedig a Newcastle United hátrányba került az AC Milán ellen, így a franciák számára a németországi döntetlen a biztos továbbítást jelentette. A spanyol szakvezető annak ellenére utasította az eredmény őrzésére a futbalistáit, hogy a párizsiak egy győzelemmel megnyerték volna a csoportjukat ha viszont kikapnak, tavasszal csak az Európa Ligában folytathatták volna. Luis Erika azonban jobban félt a hatalmas blomának számító BL kieséstől, mint amennyire fontosnak tartotta a csoport elsőséget. Ez pedig nagyon nem tetszett mbappé -nak. A világbajnok csatára hírek szerint úgy érezte, csapatában még volt annyi erő, hogy megnyeri a mérkőzést, ami csak az edző miatt nem sikerülhetett. Mbappé már a mérkőzés közben is hevesen mutogatva érezte, hogy nem ért egyet az edző döntésével, és a lefújást követően is meglehetősen feszültek tűnt a továbbítás ellenére is. Készültek olyan fényképek is, amelyek tanúsága szerint a támadó váltott is néhány minden bizonyal keresetlen szót is a spanyol szakvezetővel, majd igencsak feldúltan ballagott be az öltözőbe. Luis Erika találkozott követő villáminterjúban egyébként elismerte, hogy szándékosan fogta vissza csapatát. Ez csak a mérkőzés végén történt meg az utolsó 5 percben, amikor megtudtuk, hogy a Milán megszerezte a vezetést. A döntetlen jó eredmény volt számunkra. Próbáltuk minél többet járatni a labdát. Hát, ha sikerül helyzetbe kerülnünk, de nem sikerült, fogalmazotta a PSG edzője. Annyi biztos, hogy Mbappé Luis Erikével ellentétben mindent megtett a győzelemért, hiszen a találkozó hajrájában betalált, ám a játékvezető les miatt nem adta meg a gólt. A PSG így kénytelen volt be érni a csoport második helyével, ami azt jelenti, hogy a bajnokok ligája nyolcad döntőinek hétfői sorsolásán akár a Manchester City-t, a Real madrid az arsenal vagy a Bayern münchent is kaphatja ellenfélnek. Ha a PSG győzött volna Dortmundban, ezeket a sztárcsapatokat mindenképpen elkerülte volna a legjobb 16 között. Egyre több bírálat éri az FC Barcelona vezetőedzőjét Csavit, akit ráadásul már nem csak a szurkolók egy része kritizál, hanem a hírek szerint a katalán klub vezetősége is kezd kihátrálni mögüle. A Barca ebben a szezonban először veszítette egymás után két tétmérkőzést, hiszen a Girona elleni bajnoki kudarc után a bajnokok ligájában is kikapott az addig pont nélküli Royal Antwerp vendégeként. Az ASZ című spanyol sportnapilap szerint az elnökség több tagja, köztük a klub első ember Laporta bizalma is egyre inkább megrendül a 2021 nyarán kinevezett vezető edzőben. Az újság szerint a Gironától eszemberett vereség hatalmas károkat okozott a klub számára, Csávi pedig egyre inkább magára marad és korábban találhatja magát a szakadékban, mint ahogyan azt bárki gondolná. A belgiumi mérkőzésnek ugyan a tás szempontjából már nem volt jelentősége, a vezetőedző mégis komoly összetűzésbe keveredett a találkozóra nevezett keret kapcsán a sportigazgatóval, Dékóval. Csávi a hírek szerint azt tervezte, hogy a csapat Robert Lewandowski, Ronald Araujo és Ilkay Gündoğan nélkül utazik el a tét nélküli összecsapásra. A három kulcsjátékos végül mégis ott volt a csapatot szállító repülőgépen, méghozzá állítólag Laporta elnök utasítására. Deko, aki annak idején éveken át futballozott együtt Csávival a Barcelonában, azt állította, azt a trénerre bízták, hogy kinek ad játék lehetőséget Antwerpenben, az elnök viszont ragaszkodott ahhoz, hogy mindenki elutazzon a mérkőzésre. Lewandowski végül kezdőként 72 percet töltött a pályán a 3-2-es katalán vereséggel zárult találkozón, Gondolán csereként állt be az utolsó fél órára, Áraúho pedig nem került be a keretbe. És bár a Barcelona a belgiumi vereség ellenére csoport elsőként jutott tovább a BL-ben a legjobb 16 közé, a La viszont korán sem áll ilyen jól a csapat szénája, hiszen 16 fordulót követően már 7 pont lewandowski hátránya az éllovas Gironához képest. A Gárda hétvégén a Valencia otthonába látogat, és amennyiben azt a találkozót is elveszíti a Barca, még az is elképzelhető, hogy Csavit azonnali hatállal menesztik. Érdekesség, hogy amikor Xavi elődjét Ronald Koeman menesztették bő két évvel ezelőtt, az együttes 6 ponttal volt lemaradva az éllovastól, tehát ebből a szempontból jobb helyzetben voltak a gránátvörös kékek, mint most. Tovább érdekes. Sékó Csavi, aki idén szeptemberben hosszabbított szerződést a klubbal, új megállapodása pedig 2025 nyaráig érvényes, a statisztikák szerint a Barcelona utóbbi 15 évének második legrosszabb vezetőedzője. Kinevezése óta összesen 112 mérkőzésen irányította az együttest, mérlege pedig 70 győzelem, 19 döntetlen és 23 vereség, vagyis a találkozói 62,5 százalékát nyerte csak meg, aminél a közelmúltban csak Koeman produkált rosszabb mutatót, a holland vezetésével a Barca csak közései 58%-át tudta megnyerni. A mai kérdésünk pedig ehhez a témához kapcsolódik, és elsősorban a Barca drukkerekhez szól. Szerintetek Xavi a megfelelő edző a Barcelona irányítására? Írjátok meg a véleményeteket a videó alatt kommentben! Ezzel pedig az összeállításunk végéhez érkeztünk. Írjátok meg a véleményeteket az elhangzott hírekkel kapcsolatban a videó alatt kommentben. Ha pedig tetszett az összeállítás, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és ha eddig még nem tettétek volna, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra.